Egy eléggé mély és elgondolkodtató diasorral készültem, nem egy ilyen szokásos marketinges slideshow-val, úgyhogy egy kicsit megpróbálom igénybe venni a biológiai neurális hálózatotokat, és egy kicsit ingert generálni. Viszont arról, hogy mi ez a mesterséges intelligencia, meg a neurális hálózatok, meg hogy miben használjuk a hétköznapokban, azt itt láthatunk róla néhány példát. Ugye a legjobb példa például mondjuk maga egy városvezetés, hogyan irányítjuk a forgalmat, egészségügyben, diagnosztikai, képfelismerés, és így tovább, valamint ugye hát Fujitsu és Japán, hát Japánban a Fujitsu kifejlesztett mondjuk egy olyan rendszert, amelyik meg tudja különböztetni, hogy a betelepült mosómedvéket a rendes őshonos állatoktól, és ugye ott kiállított kamerákon például felismerik ugye automata puskák előtt, ez homoly, a mosómedvéket, és ezzel írtják őket, ugyanis a mosómedvének nincsen úgymond őshonos ellensége magán a japán szigeten, úgyhogy ez egy betelepült állat. Ez is például egy olyan alkalmazás, ahol mesterséges intelligenciát használnak, de most mondjuk már a telefonjainkban, meg mindenhol előfordul a mesterséges intelligencia. De hogy milyen válfajai vannak a mesterséges intelligenciának, ugye azt látjuk, hogy hát különböző egyszerű kódokat, algoritmusokat is már mesterséges intelligenciának nevezünk, amik emberszerű vagy gondolkodásra, vagy olyan döntéseket hoznak, ami emberi reakciókat utánoznak. Ugye ez nagyon régre tehető, 1950-es években, ugye ez az egész dolog Alan Turingnak a nevéhez fűződik, maga a kezdetek. Őról azt kell tudni, hogy magának tehát a második világháborúban az Enigmának a feltörésén is dolgozott például, és ő fejlesztette az első ilyen kódot, algoritmust, ami már mesterséges intelligenciának nevezhető, és néhány lépés erejéig tudott sakkozni a feleségével. A következő lépcsőszint az például a gépi tanulás, ami már nem csak, hogy emberszerű reakciókat utánoz, de hanem tanul. Méghozzá hogyan tudjuk ezt az egészet elképzelni? Nem tudom, ki ismeri az Age of Empires nevű játékot, ami megtanulta a mi játék stílusunkat, és utána előre beprogramozott reakciók alapján próbált minket megverni, és máshogy viselkedni, mint ahogy az előző játékban csinálta. Ugye ez már manapság már elég sok játékban előfordul. De ennek van egy olyan válfaja, ami nemrég jelent meg ugye a tízes években, eléggé kezdetlegesen, de most már eléggé fejlett programkód és társíthatók hozzá. Ugye ez a mély tanulás, amiben már megpróbálják a neurális hálózatokat, tehát a biológiai emberi agy és állati agynak a működését utánozni. Tehát neuronokat hoznak létre, és ezek a neuronok különböző reakciókat indikálnak, és ebből próbáljuk meg ezeket lemodellezve, próbálnak gondolkodni ezek az algoritmusok. De hogy hogyan is néznek ki ezek a neurális hálózatok? Ugye ezek létezik, tehát kell hozzá egy receptor, tehát egy olyan input layer, amivel érzékelünk. Ez például lehet egy szem, vagy egy olyan digitális beviteli eszköz, ami meg tudja mondani, hogy az a bizonyos dolog, amit ő lát, amivel neki kell foglalkoznia, az most éppen fehér, vagy szürke, vagy piros, vagy zöld, vagy akármi. Ez például egy input layer. Kellenek hozzá olyan rétegek, vagy olyan layerek, amik össze vannak kötve ezzel az inputtal, és ezeket hidden, tehát rejtett layereknek, rejtett szinteknek hívjuk, rétegeknek, és kell egy output layer, amivel kiolvassuk gyakorlatilag az eredményt. Az agyunk is így működik. Tehát, hogy ránézünk egy macskára, akkor ott az agyunk beindul, igen, ezt érzékeljük, hogy egy macska, és megjelenik mondjuk a szó a fejünkben, hogy igen, ez egy macska. Ez körülbelül így működik. Tehát kell hozzá egy, mondjuk egy fényképezőgépet tudunk elképzelni, mint beviteli eszközt.
legyen mondjuk egy teljesen egyszerű bevitel, ugye egy 2x2-es négyzetből nézzünk egy bevitelt, és azt próbáljuk meg megnézni, és mondjuk kiszámolni, hogy ebben van-e például függőleges vonal. Mit jelent, mi lehet a függőleges vonal, amivel foglalkozunk, az itt most az abszolút fekete, vagy az abszolút fehér kockák függőleges elrendeződése. Ezt hogyan tudjuk esetleg például érzékelni, és azt tudjuk, hogy a vertikális, tehát a függőleges vonal, annak az értéke, matematikai értéke ebben a példában például 0,88, de ebben az eredményben például ez a neurális hálózat, amit itt most megjelenítettünk, ez 0,58-at hozott ki, tehát ez egy fals eredmény. De hogyha ezeket megpróbáljuk netán visszaszámolni, és a hibákat kijavítani, korrektálni, akkor utána még egyszer előről elkezdünk számolni, és kijön maga a helyes végeredmény, 0,88, tehát fölismertük azt, hogy ez egy függőleges vonal. Most hogyan is működik ez a, hogyan is működhet ez a valóságban? Osszuk ezt a 2x2-es négyzetet úgymond pixelekre, ugye a pixelről mindenki tudja, hogy micsoda, és bocsánat, először kategorizáljuk magát a található képeket. Ugye egy 2x2-es négyzeten belül nem sok alakzat az, ami előfordulhat. Van a szolid, ugye, amit egy teljes kitöltésnek hívunk, ami vagy fekete, vagy fehér, vagy fekete. Van a függőleges vonal, a vertikális, van az átlós vonal, a diagonál, és van a horizontális vonal, tehát ami lehet ugye fölül fehér, vagy alul fehér vonal. Ugye ezeket tudjuk kategorizálni, és hogy ezeket hogyan ismerjük föl, magát az inputot hogyan definiáljuk. Ugye legyen az, hogy maguknak a színeknek adunk egy bizonyos értéket. Itt van mondjuk, most hirtelen ránézek, 9 darab szín. Ugye van egy teljesen fekete és egy teljesen fehér, aminek ugye mínusz egy és plusz egy az értéke, és vannak ugye a köztes értékek, ami például, amik a különböző szürkéket jelölik. Itt van, hogy hogyan osztályozzuk, tehát melyik érték, vagy melyik pozícióban milyen értékű szín található, melyik mindegyiknek megvan a maga matematikai értéke, amit ugye beolvasunk. És ugye minden egyes receptor megvan, hogy milyen, melyik területért felel ebben a 2x2-es négyzetben, a többiért igazából, többivel nem foglalkozik. Tehát megvan ez a belső, vagy az első beviteli rétegünk, és ugye utána még kell egy gondolkodó réteg, úgymond, egy rejtett réteg, amit az alapművelet, ugye mit tudunk csinálni, hát összeadjuk ezeket a bizonyos értékeket, ugye a színeket is tudjuk keverni, ezeket ismerjük, tanultuk az iskolában, ezeknek mindnek van egy bizonyos összege. Ugye, hogyha ezt megnézzük, akkor ezekből kijön egy 0,5-ös érték. De mi van akkor? Így ugye a kapcsolódások, azok az emberi agyon belül sem feltétlenül ugyanolyanok a neuronok között, ezért ugye nem feltétlenül egy az, amivel súlyozunk, hanem ezeket a súlyokat változtathatjuk. Ugye ez lehet negatív, vagy lehet pozitív, lehet tört szám, lehet egész szám, lehet bármi. Ugye így már egy teljesen más eredményt kapunk. Ugye itt látszik az, hogy ugye például vékonyabb sárgával, nem tudom mennyire látszik jól, ugye vékonyabb sárgával van jelölve az a kapcsolat, ami kevésbé hangsúlyos és negatív, utána ugye vastagabb sárgával, ami hangsúlyosabb és szintén negatív előjelű súlyozással van, és ugye egy fehér vonallal az, ami hangsúlyosabb és pozitív súlyozással, és ugye amelyiknek nulla súlya van, tehát nem vesszük figyelembe ezt a kapcsolatot, az pedig nullával van jelölve, és nincs is összeköttetés ebben az esetben. Itt jön majd még egy csavar, hogy utána ezt az értéket, ugye például egy szigmoid ábrával, ugye egy olyan ábrával, egy függvénnyel, bocsánat, egy függvénnyel tudjuk módosítani, és ezzel a függvénnyel ugye már kapunk egy másik értéket. Ezt a függvényt látjátok itt most például, aminek a maximális értéke az mindig
vagy plusz egy, vagy mínusz egy. Attól függően, hogy a beviteli érték, amit ugye az előző neurontól, vagy pedig az input neurontól kapott. Viszont ugye itt például 0,5 az érték ebben az esetben, és itt ez szintén 0,5-öt, vagy 0,5-nél egy kicsit nagyobbat képvisel. De hogyha mi növeljük ezt az értéket, akkor kevésbé fog nőni ugye a maga a végeredmény, és hogyha például 2 lesz a beviteli érték, akkor is ilyen 1 közelit fogunk kapni. Ez egy átlagos neuron programozási függvény egyébként. Több is létezik belőle. És hogyha ezt ide... Most visszafelé... Aha. Most visszafelé megyek. Wow. Nem. Na, azt mondja, hogyha ezt például megnöveljük a köztes rétegeket, és ugye összekötjük ezeket az input layereket, vagy az input receptorokat összekötjük ezekkel a köztes rétegekkel, ezen a módon, amit itt láttok, ugye vannak ugye negatív előjelű összeköttetések és pozitív előjelű összeköttetések, és ezek mind, ugye ezek össze vannak kötve. Itt látjuk már, ugye, hogy ugye például a felső, az a bal felső sarokért felel, és ugye ott a jobb oldalon levő rejtett rétegben a felső neuronunk, az, hogyha megnézzük, össze van kötve a bal alsóval és a bal felsővel, tehát akkor ott, ugye ott ő egy függőleges összeköttetésért fog felelni. És így tovább. Egyel alatta ugye a jobb oldali függőlegessel, és így tovább, és így tovább. És megfelelő előjelekkel. Ugye valamelyik világos, valamelyik pedig ugye sötétként fog ebben a neuronban megjelenni. Ugye itt mutatja nekünk maga az ábra, hogy ennek a neuronnak az eredménye az 2 darab input receptorból áll össze. És ebből lesz, alakul ki a felső, első rétegű rejtett neuronunk. Az alsó réteg, az például ott a középső 2-ből alakul ki, és ugye például ott azt a sárgát látjátok, az egy negatív súlyozással jelenik meg, vagy megy tovább ugye a következő neuronig. Ez már egy előre beprogramozott neurális hálózat. Mi van, hogyha létrehozunk egy következő réteget, ezekkel a súlyozásokkal. Itt ez teljesen egyszerű, mivel hogy itt vagy plusz egy, vagy mínusz egy ugye a maga a súlyozás, és az összeköttetések azok, amiket még itt variálunk. Ugye itt látjuk, hogy ezek a neuronok hogyan mennek tovább, bocsánat, visszamegyek, hogy itt már kialakul az, hogy itt ebben a rétegben, ugye a legfelső, ott látunk egy teli képet, alatta egy függőleges vonalat, alatta pedig egy átlós, mondjuk, hogy vonalat, vagy elrendezést, és ugye a legalsónál pedig egy vízszintes elrendezést. Most viszont ezt bonyolítsuk meg egy következő függvénnyel, és hogyha ezt így, ez egy következő függvény, ugye összeköttettük így ezt ezeket a neuronokat ezzel a többi, itt most már 8 darab neuronunk van ebben a rétegben, egy következő függvénnyel, ami gyakorlatilag nem veszi figyelembe a nulla alatti értékeket. Tehát a negatív értékeket nem veszi figyelembe, a pozitív értékekre pedig lineárisan reagál. Hogy ez mit eredményez, és itt már látjuk, hogy a legutolsó neuron rétegünk az lesz az output, tehát kivezető réteg, az lesz az eredmény réteg, amivel tudjuk majd, amit megkapunk a végén, mit is látunk gyakorlatilag. Itt fogja maga ez a neurális kód érzékelni azt, hogy mit látunk. Ugye itt látjuk azt, hogy ott van a szolid, a vertikális, a diagonális és a horizontális elrendezésnek a megfelelő része. Vegyük végig ezt a példát, itt ez egy nagyon-nagyon egyszerű példa. Itt van ez a vízszintes elrendezésű 2x2-es négyzetünk.
És nézzük meg azt, hogy hogyan viselkedik ebben a neurális hálózatban. Itt látjuk, hogy nulla értéket fogunk kapni, tehát a fekete az egy nulla érték, hogyha emlékezünk, vagy hát nem, bocsánat, nem nulla, hanem mínusz egy, igen. Tehát az mínusz egy, a fehér az pedig egy plusz egyes értéket képvisel. Ott látjuk, hogy az input receptorok milyen színűek, vagy milyen színt látnak, amivel többivel viszont nem foglalkoznak. És itt látjuk, hogy a következő, igen, a felső, a következő rétegben a felső neuronnak ugye az értéke, ugye a legfelső és a legalsó input receptornak az összege lesz, és ez a kettő, ez ugye ki fogja ejteni a egymást. Tehát a mínusz egy meg a plusz egy az nulla, tehát onnantól kezdve nem fog tovább menni semmilyen érték, ezen a részén a neurális hálózatnak nem lesz továbbmenete. Viszont az alsónál ott kapunk egy mínusz egyes értéket, hogyha megnézzük az összeadásokat, tehát egy mínusz egyet összeadunk megint szintén ugye a mínusz egyel súlyozott plusz egyel, tehát a mínusz egy és mínusz egy meg mínusz egy az ugye mínusz kettő, tehát ez az érték ez mínusz kettő lesz, és utána a következő alatta levő is. Itt látjuk, hogy a következő rétegben ott nem fog tovább menni. Ugye ami eddig is nulla érték volt, az nem fog tovább menni, viszont ennek a kettőnek az összegéből, ugye itt, ami most éppen be van karikázva, az is szintén nulla lesz. És ez a emiatt ez a rész is itt kiesik a neurális hálózatban. Viszont tovább tudunk menni egy értékkel majd, hogyha jól látjátok. Oda igen, az alsó. A következő szinten tovább tudunk menni, szintén egy mínusz kettő meg mínusz kettő, ugye az mínusz négy. Viszont, ugye itt is látjátok, hogy a fehér vonal az pozitív súlyozás, a sárga vonal az negatív súlyozás, és ugye ebben a függvényben a negatívat nem értelmezzük, azt lecsapjuk igazából nullára az értéket, és ezért van az, hogy a következő bekarikázott, vagy betéglalapozott ábrában a felső neuront már nem, ott nulla értéket fogunk kapni, ugye negatívra ez a függvény ez nullát fog visszaadni, viszont ugye, hogyha negatívval súlyozzuk, hát itt ez ami nulla, viszont hogyha negatívval súlyozzuk, akkor viszont kapunk egy értéket. És hogyha meglátjátok, akkor maga ez a neurális hálózatunk ezt most ismerte föl, ebben a rétegben, hogy ez egy vízszintes vonal, méghozzá egy alsó vízszintes vonal. Ez mondhatjuk, hogy ez ennyire egyszerű, és viszont ez mégsem ennyire egyszerű, ugyanis ezek a hálózatok, ezek teljesen úgymond zéróról kerülnek hozzá, tehát nincsenek előre beprogramozva ezeket. Nekünk kell beállítani, és ahhoz, hogy ennyi variációt mi végigpróbálgassunk és beállítsuk, gyakorlatilag esélyünk nincs. Viszont mi az, amihez van esélyünk? Megmondjuk azt, tehát maga a válasz, amit kapunk a végén egy nem beprogramozott neurális hálózatról, az általában hamis. Ugye? Viszont ha tudjuk a végeredményt, a valós végeredményt, akkor ki tudjuk számolni, hogyha van egy matematikai értékünk a hazug, tehát a válasz és az igazság között, akkor itt megkapjuk a kettőnek a különbségét. Ugye ez 1,75 ebben a példában. És ezt hogyan tudjuk mondjuk csökkenteni, vagy próbáljuk meg ezt az egészet csökkenteni, ezt az egész hiba értéket, azaz képzeljünk el egy ilyen függvényt, amire fel van ábrázolva, és itt egy piros pöttyel jelöljük azt, hogy ezeken a súlyozási értékeken beállítva, ugye itt nagyon sok súlyozási érték volt, ezeken a súlyozási értékeken beállítva ilyen hiba értéket kapunk. Viszont
hogyha csökkentjük ezt az egy bizonyos súlyozást, akkor lehet, hogy nagyobb hibaértéket kapunk, viszont hogyha növeljük a súlyozást, akkor kisebb hibaértéket kapunk. Ez mindezt akkor tudjuk megállapítani, hogyha tudjuk az igazságot, és tudjuk magát az egész végeredményt és a kettőnek a különbségét. Viszont ezeket folyamatosan számolgatni előről, hogy én itt a súlyozásokat változtatgatom, ez nagyon-nagyon drága számítási energia egy számítógépnek vagy szervernek. És képzeljük azt el, hogy például nem csak egy bizonyos görbe létezik, hanem létezik ilyen úgymond hullámtenger, amiben lehet, hogy mi megtalálunk egy kvázi minimumot, de nem azt a minimumot találjuk meg, amit mi szeretnénk, hanem egy felsőbb minimumot találunk meg, hogyha egy másik súlyozást is beállítunk, vagy állítunk rajta, akkor át tudunk lépni egy lejjebb levő függvényre, amit utána szintén tudunk ugye hintáztatni a kis golyóval. És ugye mi az, amit tudunk itt számolni? Az a meredeksége ennek a bizonyos változásnak. Az, hogyha mi változtatjuk ezt a súlyozást, akkor milyen meredeken fog változni ez a hiba, az igazság, és tehát a válasz és az igazság között. Ez nem semmi más, mint egy aránypár, ugye, hogyha változtatjuk a súlyozást, akkor mennyivel fog változni maga a hiba. Ezt lehet például nagyon kicsi lépésekben csinálni, viszont ha ezt nagyon kicsi lépésekben csináljuk, ez óriási számítási energiát fog felemészteni. Ha meg túl gyorsan csináljuk, vagy túl nagy lépésekben csináljuk, akkor lehet, hogy gyors lesz, viszont nem találjuk meg az aktuális minimumot. Ezért egy optimálisat kell megtalálni, egy optimális lépcsőt. Viszont ugye itt is látjuk, hogy akár egy függvényen belül is lehet egy fals minimum, nem kell hozzá ilyen függvénytenger. Ezeket, ugye a backpropagation-t azért raktam bele egy darab bizonyos ábrát, ugyanis létezik egy olyan módszer, ami ki tudja számolni a hibából, visszaszámolással, ugye, hogyha változtatjuk a súlyozást, hogy milyen súlyozást mennyivel kell változtatnunk, hogy megkapjuk azt a bizonyos minimumot. Tehát maga az egész neurális hálózat, hogyha ez matematikailag fel van rá készítve, akkor tud öntanuló lenni. Tehát ő tudja azt, hogy tehát egy darab bizonyos macska képet lát, és abból az egy darab macska képből ő tudja mindig saját magáról, hogy mekkora hibát vétett, és ő fogja tudni, hogy hogyan tudja arra a bizonyos képre rámondani 100%-ban értékre, hogy mikor lesz igazából a legközelebb a macskához. Viszont ugye egy neurális hálózati modellt lehet túl bonyolítani, tehát ezeket a rétegeket túlságosan számosítani, meg magukat a neuronokat is ugye vertikálisan túl kompenzálni, és ezáltal lesz egy olyan kódunk, vagy olyan neurális hálózatunk, ami ugye itt például ebben az esetben ki tudja számolni azt, hogy a kék és a piros pöttyök között hol van az igazi határ, vagy lehet ugye van az underfitting, amikor egy teljesen egyszerű mondjuk néhány neuronból és szintből álló, vagy rétegből álló hálózatunk van. Ebben az esetben viszont túl nagy lesz a hiba réteg. Az egyik esetben túlságosan sokat kell számolnunk, a másikban pedig igaz, hogy keveset számolunk, viszont túlságosan nagy lesz a veszteségünk. Majd szeretnék nektek egy demót bemutatni a végén egy 2-3 percben. Ez egy ilyen játszótér, egy mesterséges intelligencia játszótér. Egy ilyen neurális hálózatot tudunk építeni belőle, és majd meglátjátok, hogy ez mennyire érdekes. Viszont maga az előző kettőből az arany középút, az a just right, ugye angolul, az a pont jó, pont elég, amikor éppen gyorsan ki tudjuk számolni, hogy hol van ez a határ, ugye a kék és a piros pöttyök között, viszont azért van valamennyi minimális veszteségünk. De mi a végeredmény? Ugye itt lenne az a neurális hálózat, ennek a szűz része,
vagy verziója, amit az elején felrajzoltunk. Itt van ugye mindegyik neuron input receptor és input neuron összekapcsolva, és még azt sem variáltuk, hogy milyen függvényeket rakunk rá. Ugye összeadást, vagy szigmoidot, vagy abszolút értéket. És ebből alakul ki ez, ami gyakorlatilag meg tudja nekünk mondani, hogy a bal oldalon található 2x2-es négyzetben átlós, vízszintes vagy függőleges ábra látható. Jó, úgyhogy hát ezek lennének ugye a neurális hálózatoknak az alapjai. Remélem nem riasztottam el senkit tőle. És most szeretném megmutatni ezt a bizonyos demócskát, ha sikerül. Ugye itt ugye a jobb oldalon található, szintén ugye látszik, hogy narancssárga és kék pöttyök halmaza, és ennek a neurális hálózatnak az a feladata, ugye itt vannak a bemeneti receptorok, amik felismerik azt, hogy éppen hol vannak kék és narancs pöttyök. Ugye ezek a neuronok pedig megpróbálnak számolni, számítást végezni, és ugye itt pedig ez maga a kimeneti rész, és ugye itt van még egy rétegünk, ugye kettő neuronból álló réteg, és hogyha ezt megpróbáljuk elindítani, ezt a bizonyos neurális hálózatot, akkor látszik, hogy lassan, de megtalálja a határt, szépen fel tudja rajzolni a kék és a narancs színű pöttyök között. De mi van akkor, hogyha kap egy bonyolultabb feladatot, ugye? Van egy ilyen csigavonal, és ugye erre megpróbálom ráereszteni ezt a neurális hálózatot, hát ez itt szerintem feladta neki a leckét, és nem fogja tudni ugye körbe határolni magukat a kék pöttyöket. Viszont mi történik akkor, hogyha én ezt az egészet most megállítom, hozzáadok még egy pár input receptort, egy pár plusz réteget is akár, meg egy pár neuront, néhányat, és akkor ezt én itt így elindítom. Akkor látszik, hogy az elején már teljesen máshogy reagál, és így már ott a közepénél látja, és megpróbálja bekeríteni a kékeket. Itt ugye ugyan egy kicsit ugye loopba került, de már teljesen jól körülrajzolta, ugye ebben a csigavonalban is, ugye a kék pöttyöket a kék háttérrel. Ugye ez lett volna a neurális hálózatok, mesterséges neurális hálózatok alapjai, és egy kis móka, már ha kinek móka. Köszönöm szépen a figyelmet a Fujitsu nevében is.